Csak annyit mondanék, hogy ezt a videót harmadszor veszem fel, ugyanis az első túl sötét lett, a másodiknál felhőátvonulás volt, úgyhogy ez most akárhogy is sikerül, ezt most már fel fogom tenni, mert tényleg elegem van. Sziasztok! A mai videóban néhány olyan termékről fogok beszélni, amik sajnos valami miatt nem igazán lettek a kedvenceim. Én azt gondolom, hogy néha ezekről is beszélni kell, viszont szeretném az elején leszögezni, hogy ez, amit most megosztok veletek, ez az én személyes véleményem, ezek az én tapasztalataimra alapulnak az adott termékekkel kapcsolatban. Én csak arról tudok beszámolni, hogy nekem mik a benyomásaim, lehet, hogy ami nekem nem működik, az nektek igen, nem vagyunk egyformák, úgyhogy peace. A másik pedig az, hogy ha van egy termék egy adott márkától, amit én nem szeretek, az nem azt jelenti, hogy akkor azzal az egész márkát leírtam, hiszen szerintem mindannyian találkoztunk már olyannal, hogy van egy márka, amit mondjuk nagyon szeretünk, de mégis van egy-két olyan termékük, ami nem sikerült annyira jól, ettől még szeretjük azt az adott márkát, de nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Ezúttal a sminkek vannak többségében, úgyhogy azokkal fogom kezdeni, amik nem sminkek. Az első, amiről szeretnék beszélni, az a Balea konyhai szappan, ez a citromos, illetve bazsalikomos illatú. Ennek ugye az lenne a fő funkciója, hogy amellett, hogy ugye tisztítja a kezünket és antibakteriális, semlegesíti azokat a szagokat, amik főzés közben a kezünkre kerülnek. Sajnos nekem az a gondom, hogy ez nálam nem működik, tehát amikor mondjuk vágunk hagymát és utána kezet mosok ezzel a szappannal, akkor nem semlegesíti a szagokat, hanem úgy próbálja elfedni, de igazából az sem sikerül neki, és ettől egy ilyen kevert, hagymás, citromos, bazsalikomos illat lesz a kezeimen, ami nem igazán kellemes. Szóval ez a szaksemlegesítő funkció nálam sajnos nem működik, illetve úgy vettem észre, hogy szárítja is a kezeimet, úgyhogy ez nem lett sajnos kedvenc nálam. A következő termék az a Balea olajos arctisztító fluid, ami nekem azért keltette fel az érdeklődésemet, mert kíváncsi voltam, hogy hogy lehet az, hogy ez ilyen olajos valami, de közben fluid is. És amikor posztoltam róla egy képet Instagramra, illetve Facebookra, amikor megvettem, akkor többen is írták, hogy nekik nagyon nem vált be, de hát úgy voltam vele, hogy ha már megvettem, akkor kipróbálom, aztán majd meglátjuk, de sajnos nekem sem vált be. Egyrészt nagyon furcsa textúrája van, egy ilyen kissé opálos, de mégis átlátszó, nyálkás valami. Azt írják rajta, hogy ugye felviszi az ember az arcára, és akkor fel kell habosítani vízzel. Nekem ezt sehogyan és semmilyen módon nem sikerült felhabosítanom, tehát ahogy így vízzel érintkezik, akkor még jobban felhigul, de habosodni egyáltalán nem habosodik. A másik pedig az, hogy a tisztító hatása is elég gyenge, ez elvileg ugye egy ilyen smink eltávolító fluid, nagyon sok smink maradt utána az arcomon, úgyhogy ez a része sem működik. Ráadásul, hogyha netán az embernek ez valamilyen úton módon belekerül a szemébe, én konkrétan percekig ilyen homályosan láttam utána, mint hogyha egy ilyen tejszerű valami lenne a szememen, sajnos ezt sem tudom ajánlani nektek. A következő termék az a Coconut Oil Cosmetics ajakradír, illetve balzsam. Ez egy ilyen 2 az 1-ben termék, és ez a legutóbbi Pure By Pixie Box dobozban volt benne. Ez egy ilyen fahéjas cukros ajakradír, aminek én nagyon megörültem, ugyanis imádom a fahéjat. Egyébként nagyon-nagyon finom illata van, és amikor először kipróbáltam, ugye így finoman elkezdtem vele dörzsölgetni az ajkaimat, és még úgy nyomogtam is, hogy milyen kellemes ez a fahéjas cukros íz. Aztán pár másodperc múlva jött a fekete leves, ugyanis iszonyatosan elkezdett égni tőle a szám. Körülbelül 10 perc kellett, mire csillapodott ez az érzés, ugye gyorsan elmentem lemosni. Nem tudom, hogy mi miatt történt ez. Egyik olvasom azt hittem, hogy úgy lett, hogy az összetevők között van cayenne-bors is. Én megmondom őszintén, hogy ennek nem néztem utána, de az biztos, hogy én ezt sajnos többet nem fogom használni, mert nagyon-nagyon kellemetlen volt az égető érzés, amit ez okozott. Nem tudom, hogy nekem extrán érzékenyek az ajkaim, vagy mi lehetett a probléma, de sajnos ez nekem nagy csalódás volt. Gondolom ezeket senkinek nem kell bemutatnom, ezek EOS vagy iOS ajakbalzsamok, nekem van egy mentolos, ezt Bécsben vettem, illetve van egy mandarinos is. Az alapján, a hype alapján, ami ezeket körülveszi, én valami nagyon nagy durranásra számítottam, de igazság szerint ezek teljesen átlagos ajakbalzsamok. Tehát a nagyon száraz és cserepes ajkakkal nem tudnak mit kezdeni, teljesen átlagos a hidratáló hatásuk, jó, tényleg nagyon kellemes illatuk meg ízük van. Most már lehet őket kapni a DM-ben, és 2500 forintba kerülnek. És körülbelül ugyanazt tudják, mint egy pár száz forintos ajakápoló, tehát abszolút nem értem, hogy miért lett ekkora felhajtás ezek körül, az EOS ajakbalzsamok körül. Hát nyilván amiatt, mert annó, amikor ugye ezek kijöttek, akkor szerintem ez egy ilyen újszerű forma, meg design volt, hogy ilyen kis tojás alakú, és mennyire jó pofa. Nem rossz ajakápolók, de szerintem egyáltalán nem érik meg az árukat, és mondom, én többet vártam tőlük, úgyhogy nekem ezek is igazából csalódások. És akkor most már térjünk rá a sminkekre. A következő dolog, amiről beszélni fogok, az a Kikónak ez az All Stars arcpalettája. Ezt én Bécsben vásároltam, ez egy ilyen impulzus vásárlásnak volt az eredménye. Két ünnep között voltunk Bécsben, és rengetegen voltak a Kiko üzletben, ugye mindenféle akciók voltak, és alig lehetett mozdulni. De mikor megláttam ezt a palettát, így első ránézésre nagyon megtetszett, viszont nem tudtam kipróbálni, mert valaki éppen próbálgatta, és még már siettünk, szóval felkaptam, kifizettem és mentünk. A pirosító, azzal igazából nincsen semmi gondom, ez egy nagyon kellemes pirosító, tényleg nagyon szép színe van, ez teljesen rendben van. Viszont a highlighter, annak annyira kemény a textúrája, hogy egyszerűen alig vesz fel belőle valamit az ecset. Egyébként lehet is már nagyjából látni, hogy így meg is keményedett neki a teteje, úgyhogy amikor belemáltam az ecsetemet, leginkább csak ilyen nagyon nagy csillámokat vesz fel, és én ezt nagyon-nagyon nem szeretem, mert én egy highlighternél azt szeretem, hogyha így egy ilyen szép, egyenletes fényt ad. Szóval így egyáltalán nem természetes a hatás, olyan darabos, nem egyenletes. A bronzosító olyan nekem, mint egy nagyon sötét púder, viszont bronzosítónak meg világos, tehát az én arcomon egyszerűen nem működik, ráadásul kissé narancssárgás is. Szóval ezt sem tudom igazából használni. Szóval nagyon sajnálom, hogy ez a paletta nálam nem működik, de nem hagyom, hogy ez eltérítsen attól, hogy kipróbáljak majd még több Kiko terméket is, de azt hiszem inkább a szemsminkekkel fogom folytatni. A következő az szintén egy paletta, viszont ez már egy szemfesték paletta, mégpedig az Artdeco Most Wanted Smoky paletta. Erről igazából nem akarok túl sokat beszélni, mert volt róla egy részletes bejegyzés a blogon, egyben ugye ilyen sötétebb, füstösebb árnyalatok vannak, és egyébként a színek nekem nagyon tetszenek benne, tehát a színösszállítással semmi problémám nincsen, viszont a benne található festékek minőségével már sajnos van, ugyanis nem eléggé pigmentáltak, tehát tényleg többször fel kell vinni, építgetni őket, és még úgysem az igazi a színhatás. Porolnak is. Nem igazán tudom úgy használni ezt a palettát, ahogyan azt szeretném, és ahogyan elképzeltem, hogy fognak majd kinézni a színek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon sajnálom. Viszont van ennek egy testvére, úgymond, mégpedig a Most Wanted Nude paletta, amiben természetes árnyalatok vannak, és ezt viszont nagyon szeretem, tehát láthatjátok, hogy ugye ugyanaz a márka, ugyanaz a termék csoport tulajdonképpen, és mégis mennyivel más a kettő. Tehát az egyik az nekem nem jött be, és a másikat viszont nagyon szeretem, és egyébként van még belőle egy harmadik verzió is, az nekem nincsen meg, az a Most Wanted Brown paletta, abban ilyen barnás színek vannak, de az a lényeg, hogy a Smoky az nekem sajnos nem jött be, a Nude viszont igen, mindkettőről olvashattok a blogon, beteszem majd a videó alatti leírásba a linkeket. A következő az a L'Oreal Superliner Smokissime, ezzel tulajdonképpen füstös minket lehet készíteni, láthatjátok, hogy ilyen nagyon érdekes kis szivacsos applikátora van. Ezzel az a gondom, hogy egyrészt az én szememhez képest túl nagy ez az applikátor, tehát gyakorlatilag minden összemaszatolok vele, nem igazán tudok precízen dolgozni ezzel a kis eszközzel. Jó, tudom, hogy a füstös minknél ugye nem is az a lényeg, hogy szép, precíz legyen a végeredmény, de ezzel tényleg mindent összekenek. A másik pedig az, hogy amikor sminkeltem vele, akkor láttam, hogy ilyen kis szivacsdarabok mállottak le erről az applikátorról, olyan, mintha ez így elkezdett volna foszlani. És ahogy sminkeltem, így ott voltak ezek a kis szivacsdarabok a szemhéjamon, úgyhogy ez sajnos egyáltalán nem vált be nekem. A következő termék az a She Duo Highlighter ceruza, aminek az egyik felén egy ilyen fényes rózsaszín, a másik felén pedig egy fényes pezsgőszín van. Az vele a probléma, hogy annyira kemény, hogy nem fog rendesen a bőrön. Tehát ahhoz, hogy mondjuk a szemöldök csontomat ezzel ki tudjam emelni, többször is át kell húznom, a vízvonalamon meg gyakorlatilag nem fog. Tehát ott aztán húzolhatom akárhányszor, akkor sem történik semmi. Egyszerűen az a probléma, hogy túl kemény. Egy ilyen highlighter ceruzának szerintem sokkal krémesebb, kicsit puhább kellene, hogy legyen a textúrája, mint például itt van ez a Milani Brow and Eye Highlighters, ugyanilyen kétvégű kis ceruza, és ez sokkal puhább és kicsit krémesebb is, ezáltal sokkal pigmentáltabb is, nagyon tartós, ezzel tényleg ki lehet emelni a vízvonalat, a szemöldökcsontot, a belső szemzugot, gyakorlatilag bármit. És a végére már csak 2 szempilla spirál maradt, az egyik az a Rimmel Super Curler 24 órás Volume and Curl szempilla spirál, ami azt ígéri, hogy nagyon szép ívelt pillákat csinál, és hogy akár 24 órán keresztül tart, amit én el sem tudok képzelni, hogy hogyan lehetséges. Ennek ilyen hagyományos keféje van, és amint láthatjátok, picit ilyen banán alakú. Nem csak, hogy nem íveli a pilláimat, hanem szinte semmit nem csinál velük. Tehát, hogy így viszem föl a szempillaspirált, és így azt látom, hogy oké, feketék lettek a pilláim, de hogy így ennyi. Semmit nem csinál gyakorlatilag, ráadásul maszatolódik, néhány óra után szépen ide lefolyik a szemem alá, és hát pandamaci effektus, tudjátok, hogy van ez, nem túl szép látvány, szóval ez a spirál, ez nekem abszolút nem működik. Ahogyan a következő szempillaspirál sem, és ezt azért sajnálom nagyon, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretik, és sokaknak kedvence, de nálam egyszerűen valamiért nem akar működni. Ez a L'Oreal Volume Million Lashes Féline spirál, aminek viszont szilikon keféje van, de ez is egy picit ilyen ívelt vagy hajlított kefe. Az első 2 alkalommal, amikor kipróbáltam, akkor azt megállapítottam, hogy ennek azért nedvesebb textúrája van, amit én annyira nem szeretek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hagyom egy pár hétig, hogy kicsit szikkadjon, és akkor hát, ha majd jobb lesz. Hát nem lett jobb pár hét után sem. Ezzel is igazából az a gondom, mint a Rimmel szempillaspirállal, hogy szinte semmit nem csinál a szempilláimmal. Felvittem egy rétegben, gondoltam, lehet, hogy kevés az egy réteg, akkor próbáljuk meg 2 rétegben. 2 rétegben viszont nagyon durván összetapasztotta a szempilláimat, úgyhogy úgy meg végképp katasztrófa volt. Szóval nem tudom, hogy kéne használnom, hogy működjön, de sajnos ez is egy csalódás nálam. Ezzel el is fogytak a termékek, amikről szerettem volna beszélni nektek. Kérlek, hogy írjátok meg nekem kommentben, hogyha van olyan köztük, amit próbáltatok és nektek bevált, mert akkor én nagyon meg fogok nyugodni, mivel akkor valószínűleg nem az adott sminktermékkel van gond, hanem mondjuk velem, vagy esetleg én fogtam ki egy selejtes darabot. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!